Órákkal azután, hogy beiktatták az Egyesült Államok 46. elnökét, Joe Biden azonnal munkához is látott a Fehérházban, és összesen 17 elnöki rendeletet írt alá. A beiktatási ceremónia soha nem látott biztonsági intézkedések között visszafogottan csendesen zajlott. Kapcsolunk az Egyesült Államokba Lukócki Gáborhoz. Gábor, mivel kezdte első munkaóráit az új elnök Joe Biden? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az Egyesült Államok elnöke Joe Biden összesen 17 elnöki rendelet aláírásával kezdte meg munkáját, amint elfoglalta a székét az ovális irodában. Úgy fogalmazott, hogy betartja az amerikaiaknak tett korábbi végéreteit, amikor leült az asztalához és elkezdte aláírni a rendeleteket. Többek között kötelezővé tette a maszkviselést a szövetségi épületekben, kilakoltatási moratóriumot hirdetett a járvány idejére, a diákhitellen rendelkezők pedig várhatnak a visszafizetéssel, még a járvány tart. De az elnök megkezdte a demokraták által leginkább vitatott Donald Trump által hozott rendeletek visszavonását és módosítását. Ilyen a Párizsi Klímaegyezménybe való újbóli csatlakozás. Az elnök visszavonta a túlnyomó részt muszlim országokra vonatkozó beutazási tilalmat is, leállította a déli határészen zajló határfal továbbépítésének finanszírozását, és visszafordította a folyamatot amelyre az Egyesült Államok távozott volna az egészségügyi világszervezetből. Biden elnök megegyezte, hogy Amerikának még hosszú utat kell megtennie. Kiemelte, hogy a kongresszusnak jogszabályokat kell elfogadnia a jövőben, köztük egy óriási segédcsomagot a Covid okozta gazdasági károk enyhítésére. Joe Bidennek és a demokratáknak egyszerűbb dolga lesz a következő időszakban a törvényhozásban. A képviselőházban ugye már egy ideje többségben vannak a demokraták, de az elnöki beiktatás napján a georgiai pótválasztás két nyertes demokratája is letette testkőjét, így fele-fele arányban vannak a szenátusban a két párt képviselői. Döntetlen szavazás esetén azonban Kamala Harris-voksa dönt majd a demokraták javára, miután ő lett a szenátus elnöke. Országszerte ugye megmozdulásokra számítottak a hatóságok, ezért komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be Washingtonban és a tagállamok nagyvárosaiban is. Történt-e végül valamilyen incidens? Felfegyverzett katonák, lezárt utcák, páncélozott járművek blokkolták a közlekedést Washington DC központjában a történelmi épületek között. A beiktatás rendben zajlott semmi, és senki nem zavarta meg, és nem tartóztattak le senkit, ezt közölték a hatóságok. Washington DC túlbiztosították, szinte hermetikusan lezárták a kapitólium környékét, 25 ezer nemzeti gárdista volt a helyszíne a bűnöldöző szervek nem csak külső támadástól tartottak egyébként, hanem attól is, hogy az odavezényelt nemzeti gárdisták között is lehetnek olyanok, akik akár támadásra készülhetnek, vagy segíthetnek abban. Őket is átvilágították, és legalább tíz nemzeti gárdistát kockázatosnak találtak. Őket haza is küldték a hatóságok. Órákkal a ceremónia előtt figyelték az online térben zajló szélsőséges csoportok tagjainak beszélgetéseit is. Országszerte kis Gyűltek össze a tagállamok fővárosaiban, volt, aki egyedül zászlóval a kezében, máshol páran feketébe öltözve tiltakoztak az elnökválasztási eredmények és Joe Biden beiktatás ellen. Nem, miután fokozott biztonsági készültség volt Amerika szerte a szövetségi épületeknél, és jó előre figyelmeztettek mindenkit, hogy letartóztatnak bárkit, aki törvénysért, a tüntetők nagyobb csoportjai távol maradtak. Egyedül az Oregoni Portlandben, történt letartóztatás, legalább 8 embert vett őrizetbe a rendőrség. Ott egy csoport a helyi demokraták irodáját is megrondálta és összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel. A Facebook és a Twitter is az elmúlt hetekben azon dolgozott, hogy eltávolítsa azokat a szélsőséges oldalakat és bejegyzéseket, amelyek tüntetésekre szólították fel az embereket a beiktatás napján. Joe Biden beszédében egyébként kitért a két héttel. Ezelőtti kapitóliumi támadásra, amiről azt mondta, hogy ilyen soha többé nem történhet meg. Lukócki Gábornak Kaliforniából nagyon szépen köszönjük. Ahogy tehát hallhatták, a járvány, valamint a két héttel ezelőtti washingtoni erőszakos események miatt minden korábbinál komolyabb biztonsági intézkedések mellett iktatták be az Egyesült Államok 46. elnökét. Joe Biden első beszédében azt mondta, hogy egyesíteni akarja a nemzetet. Donald Trump nem volt ott az ünnepségen, de azt ígérte, hogy egyszer még visszatér. Egy példátlan beiktatási ceremóniát láthattunk. A Nemzeti Gárda 25 ezer katonáját vezényelték Washingtonba, felfegyverzett őröket, katonákat lehetett látni, és mindössze csak ezer vendéget. Míg egyes szakértők úgy fogalmaznak, hogy a beiktatási ceremóniának a demokrácia ünnepének kellene lennie. Mint említettem, önök is nézték tehát magát a ceremóniát. Mindkettőjükről szól a kérdés, hogy milyen konklúziót vonnának le a képsorok láttán. Mm. Egy csodálatos uh, műsort csináltak gyakorlatilag amerikai mérce szerint folyt ez a műsor, az, hogy ezer ember volt ott, ennek két alapvető oka volt, az egyik a biztonság, ő említette, hogy 25 ezer ember volt a Nemzeti Gárdából, igen, ezeket pillanatok alatt átvizsgálták, és kiderült, hogy 12 olyan szélsőséges, hogy őket egyszerűen nem engedték a környékre, a másik pedig, hogy itt a Covid járvány, és azért ez meghatározó. Tehát egy amerikai beiktatást láttunk, rendkívül érdekesen, a Trump nem volt hajlandó elmenni, de a helyettes a Pence ott volt, mindenki köszöntötte őt, és meg kell mondani, hogy az ünnepség szép volt, nagy botrány vagy kis botrány nélkül végbe ment, és mától az Egyesült Államoknak a 46. elnöket úgy hívják, hogy Biden. Lomnici úr, mit gondol? Igen, hát az 59. beiktatás mindenképpen rendhagyó volt, és akkor Nekem jut az a hálátlan szerep, hogy néhány apró számadatot azért megosszunk a kedves nézőkkel. 46. elnökről van szó, 49. alelnökről Kemele Harris esetében. Kicsit bonyolultan jegyzik meg, hogy ő az első afroamerikai, illetve dél-ázsiai Alelnök, hiszen két meghatározó felmenői gyökérrel rendelkezik. Ugyanakkor a Fox News azt kihangsúlyozta, hogy nem az első színes bőrű alelnök, mert már egy indián... Uh, tehát uh, native amerikai, tehát a, az, az indián közösséghez tartozó alelnöke, ezáltal színesbőrű alelnöke már volt az országnak. Uh, azt is uh, egyetértve uh, tanárúrral uh, le kell szögezni, hogy egyébként az a rendhagyó elem, hogy Trump uh, a leköszönő elnök uh, nem vett részt az ünnepségen, hanem uh, még a az eskütétel előtt az Air Force vannal, ha ezt is megjegyzi a Fox News, Fox News, hogy azért, mert akkor még Air Force vannak hívják, amíg le nem teszi az esküt, Biden utazott a Márólágói dél, Amerika déli részén, Floridában délkeleti részén található rezidenciájára tehát nem vett részt a beiktatáson, viszont olyanok is részt vettek a republikánus oldal részéről, akik erősen támadták Bident, nyilván mögött az a szándék húzódott meg, hogy az egységet azt mutatni kell ezen a napon, ezt követően pedig majd elindulhat egy támadássorozat politikai alapon az elnökkel szemben. Tavaly novemberben Joe Bidenre 81 millióan voksoltak, Donald Trumpra pedig 74 millióan adták le a voksukat. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy mind a republikánus, mind a demokrata tábor feldúzzat, ezzel egy időben azonban egyre nagyobb a megosztottság is, és a politikai szembenállás, a törésvonalak, mint hogyha mélyülnének. A mai beiktatási beszédében Joe Biden a nemzeti egységet hangsúlyozta ennek megteremtését. A nagy kérdés az, hogy vajon ezt meg lehet -e teremteni, be lehet-e gyógyítani, a sebeket és betemetni az árkokat. Lomniszi mit gondol egyáltalán, maradhat -e ez a kétpárti rendszer? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és pont erről beszélgettünk az adás előtt, hogy a, a trumpizmus jelenléte az most még tetten érhető. Ha arról beszélünk, hogy szakadhat-e a párt, az már egy másik kérdés. Kétségtelen, hogy a republikánus tábor, a szavazó tábor az a 74-75 millió ember, aki Trumpra szavazott, és esetleges egyéb támogatók, akik nem szavazhattak vagy nem szavaztak. Éppen a koronavírus járvány miatt. Ők támogatják a távozó elnököt. Az a kérdés, hogy a Republikánus pártban lesz-e annyi erő, kurázi, hogy felépítsen egy új embert, ahogy erről tanárúrral szintén beszélgettünk. Jelenleg azt kell tudni, hogy a Republikánus vezetés megszűnt a felsőházban, a szenátusban, ott is kisebbségben van a párt és a képviselőházban is, de két év múlva választások lesznek, tehát az döntő jelentőségű lehet, ha esetleg, mint Obama első ciklus alatt történt, visszaszereznék a képviselőházi többséget a republikánusok, akkor például az akkori vezető arca többségi vezető lehetne egy olyan személy, akit felépítenek, de Trump úgy hagyta el a fehérházat, ahogy azt hallhattuk a felvezetőben is, hogy visszatérek, hogy ez alatt mit értett, azt természetesen a később során tudhatjuk meg, az alkotmányos elmozdítási eljárás ebből a szempontból kulcsfontosságú, mert elvehetik a jogot az elnöktől, hogyha lefolytatják vele szemben, egy a 24-ben. Nagy kérdés az is, hogy érhet-e el átütő kormányzati sikereket Joe Biden, ennek a megosztottságnak a tükrében tanár úr mit gondol, ma ismertette céljait, vajon mit tartogathat az első száz nap, itt most én nem sorolnám fel, hogy miket említett mindenhol, mindenhol ezt lehet olvasni, mik lesznek a prioritások, és száz nap mire elég? Kezdjük az elején. Száz napnál el kell dönteni, hogy meghatározott prioritásokat vég vagy pedig az impeachment folytatja, és megpróbál el leszámolni Trumpal és a trumpizmussal. Ezt ma Budapestről megmondani nagyon nehéz. Ha a valódi céljait hirdeti, akkor a, minket nyilván Európában a kül- és biztonságpolitika érdekel. Az egyik legfontosabb az, hogy a falat le akarja bontani, ha úgy tetszik a kerítést a Mexikói határon, új kapcsolatokat akar felépíteni Iránnal, az iráni atomalkozásokkal, az vissza akar térni, a belpolitikába végre akarja hajtani az Obama kért, tehát az egészségügyi reformot, nagyon sok ötlet elhangzott, de itt a kulcskérdés az, hogy mi lesz a transatlanti kapcsolatokkal, mi lesz Oroszországgal és mi lesz Kínával. Annyit látni kell, hogy amikor biden megválasztották, Európa jelentős része föllélegzett, nem mindenki, és a németek azonnal bejelentették, hogy új Kína politika kell, ahogy Biden vagy. Ha meg kell mondani, hogy Biden akkor még egy szót nem szólt erről, tehát látszik az, hogy Európa akar sorakozni mögé. Én kíváncsi vagyok, mert a Európai Unió 50%-ban kereskedelmet Kína felé Németországon keresztül bonyolítja le. Tehát magyarul Bidennek az első száz nap alatt valamit csinálnia kell, ez vagy egy stratégiai koncepció kell, hogy legyen, nyilván ezt emberei kidolgozták, vagy pedig az, hogy az impeachment folytatja és a Trumpot a hosszú politikából kitiltják. Meglátjuk, hogy melyik lesz.